Taps fogadta az adományozók levél átadását. Idén a Máltai Szeretetszolgálat szexelni csoportját támogatták a Magyarok Kenyere program keretében Tolna megyében. A hazai és a határon túli gazdák 10 tonna búzát ajánlottak fel, amiből 7,5 tonna liszt készül. Tolna megyébe 3 önkéntes máltai csoport van. Egy Szexhárdon működik, egy Dunaföldváron, egy pedig Bonyhádon. Most a mi hármas összefogásunkon keresztül egyrésztről ugye ezen a 3 településen, illetve a megyének a többi településére is el fogjuk juttatni olyan emberekhez, akik rászorulnak. A Magyarok Kenyere program 2011-ben indult, akkor a gazdák összesen 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze. A kezdeményezés az évek alatt egyre népszerűbb lett, és folyamatosan nő a búza mennyisége. Az idei évben, annak ellenére, hogy ilyen aszályos időjárás volt, én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a Tolna megyei gazdálkodókra, mert több búza gyűlt össze, mint a tavalyi évben. Ez 10,3 tonna lett, a 4 gyűjtőponton ennyi gabonát adtak össze a gazdálkodók. Zsiko Zoltán, a kezdeményezés Tolna megyei nagykövete azt mondja, boldogsággal tölti el, hogy azt látja, a magyar gazdák az aszály és a háború okozta nehézségek ellenére is egyre többet adományoznak rászoruló embereknek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lisztmennyiség és ez a búzamennyiség és egyáltalán az adakozó kedv az a jövőben is csak erősödjön. Nagyon-nagyon köszönjük a gazdáknak, és köszönjük minden jó akaratú magyar embernek, aki sokat dolgozik azért, hogy ez a program ez évről évre sikeresebb lehessen. A most odaítélt 7,5 tonna búzát várhatóan az őrlést követően novemberben kezdi szétosztani a Máltai Szeretetszolgálat Tolna megyében.